Istvánt, a fiút, akinek angyal jelezte érkezését, próféta a születését, hogy ő legyen népe első választott keresztény királya. Augusztus 20-án még jókedvűen köszönthettük Székesfehérváron az ünnepi közgyűlésen Mihály Győzőt, aki az előző napon, 19-én ünnepelte 70. születésnapját. Ma pedig fájó szívvel tudatjuk, hogy a Jászai Mari díjas érdemes művész, akit meg annyi fantasztikus színházi és filmszerepből ismerhettünk és szerethettünk meg, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mihály Győző 1954. augusztus 19-én született Tiszanánán. A Színház és Filmművészeti Főiskolán 1976-ban végzett, Színetár Miklós osztályában, majd a kaposvári Csíki Gergely Színház társulatához szerződött. 1979-től a Kecskeméti Katona József Színház, majd a Miskolci Nemzeti Színház, ezt követően a Radnóti Színház, a Nemzeti Színház és a József Attila Színház művészeként teljesedett ki. Székesfehérváron a királyi napok koronázási szertartási játék egyik főszereplője volt a kezdetek óta. Ennek kapcsán hangzott el az a mára legendássá vált gondolatsora, amely megerősítést nyújtott mindnyájunknak. Táplálkoznunk kell a történelmünkből, van mire hivatkoznunk, hogy milyen erős vezetőink voltak. Ebbe belegondolva mindig feltöltődhetünk, kicsit úgy, mintha a himnuszt vagy a szózatot szavalnánk. A szertartás játékban nem csak szereplőként, hanem nézőként is felemelő érzés részt venni. Emlékét megőrizzük.